Főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! A legkatolikusabb ünnepet tartjuk a mai napon. Úrnapját, Jézus Krisztus testének, vérének ünneplését, melyet kiviszünk a világ színe elé is. A protestáns egyházak már az eukarisztiában is, annak hitelveiben nem csak tőlünk, hanem egymás között is különböznek. Az ágostai hitvallás, az evangélikus hitvallás egyik aláírója volt György brandenburgi fejedelem, aki azt mondta 5. Károlynak, én inkább a fejemet vetetem le, mint hogy részt vegyek az úrnapi körmeneten. Az ortodoxia bár elfogadja, hogy az eukarisztia Jézus Krisztus testének és vérének valóságos jelenléte, de nem ismeri a szentségimádást, és nem ismeri a hozzá kapcsolódó nagy ünnepet sem. És elmondhatjuk, hogy a görög katolikus egyházban sincs ez meg. A katolikus egyház nagy hittel, nagy örömmel és Isten iránti háladással tartja meg, amely annak a következet és végigvitele annak a hittartalomnak, hogyha egyszer Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor ő az, és ezt nem lehet másként érteni, mert ez egyértelmű szava Jézusnak, de már az utolsó vacsorán is kiderült, hogy ott egy szentségi jelenlétről van szó, mint egy elővételezte a föltámadt testét, hiszen maga is ott volt még biológiai valóságában, mégis azt mondta a kenyérre, hogy ez az én testem. A test és vér a teljes személyiségét jelenti valakinek, és kezdettől egyre inkább bontakozott az egyházban annak hite, ha egyszer Jézus ott van, és nem csak a vétel pillanatában, hanem addig, ameddig a színek meg nem romlanak, akkor azt imádni kell, mert maga Jézus egy személyben Isten és ember volt. És a középkor egy eretnekségre reagálva Berengár túri kanonok mondotta azt, hogy nem kell ezt úgy érteni, hanem csak jelképesen. És ezt eretneknek minősítette az egyház, és Szent Tamás akkor, de talán az egyház történetének egyik legnagyobb teológusa, kidolgozta a teológiájában, hogy az emberi ész hogyan közelítheti meg a nagy titkot, a nagy misztériumot, hogy hogy van jelen a kenyér és bor színében az Úr Jézus Krisztus. És Szent Tamás föltalálja azt a filozófiai szót, hogy itt egy átlényegülésről, transzubstanciációról van szó, hogy úgy van itt köztünk az Úr, mint egy megtartva azt az ígéretét, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hiszen mindenütt miséznek, a malakiási jövendölés, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutatnak be az Istennek, ez az eukarisztiában valósult meg, mert ahogy forog a föld, valahol mindenütt még ezeket a szavakat is kimondják. De ennek a hitnek, hogy velünk van az Úr,
kifejezést kell adni abban az örömben, amit például az Úrnapja megünneplése jelent. A zsidók számára a mózesi kőtáblák jelentették a pusztában a tűzoszlop, hogy velük van az Isten. Aquinói Szent Tamás fölkiáltott, és Mózes könyvét idézte, hol van az a nép, ahol Isten közelebb volna hozzátok, mint ahogy velünk van az Úr. És ez az Eukarisztiában valósult meg, hiszen kenyerünké vált, szentségi kenyerünké, amit magunkhoz vehetünk. És az ünnep az egyre inkább a középkortól kezdődően egy nagy hálaadás volt azért, hogy velünk van az Úr. Az Eukarisztia a papság szentségéhez van kötve, és az a katolikus egyházban a férfiakhoz kapcsolódik, hiszen a pap Jézus Krisztust személyesíti meg az oltárnál. Ő az egyházának a vőlegénye, az egyház pedig a menyasszony, ezért mindig is férfinak kell lenni a Eukarisztia bemutatásában, és nem csak a hagyománnyal van ez alátámasztva. De az meggondolandó, hogy az Eukarisztiának ezt az ünnepét Lüttiki Szent Julianna látomásai alapján vezette be a katolikus egyház. És az Eukarisztikus Világkongresszust, amire most majd készülünk, hogy 1900 vagy 2020-ban ismét Magyarországon lesz, az is egy asszonynak köszönhető, Emilia Tamiziének, aki szorgalmazta, és körülötte lévő papok volt, aki ellenkezett, de volt, aki mellé állt, hogy igen, erre szükség van, hogy megmutassuk hitünket. És milyen az isteni paradoxon? Túr városában, ahol az a Berengár ért, akiről szót tettem említésben, hogy kétségbe vonta az Eukarisztiának a katolikus értelmezését. Ott élt Tamizié asszony, és úgy indult el útjára az Eukarisztikus Világkongresszus, hogy 1881-től elkezdték, és máshonnét is jöttek az emberek más országokból, hogy ünnepeljék az Eukarisztiát. Ha valaki ismeri a történelmet, tudja azt, hogy az akkori Franciaország rettentő kaotikus állapotban volt. Túl volt az első kommunizmuson, a párizsi kommünnön, a liberális eszmék épp olyan vadak voltak, mint most, és akkor bevezetik az Eukarisztiának az ünneplését, amin oly sokan gúnyolódtak, de egyre-egyre nagyobb ünneppé vált, mert az Úr velünk van, nem hagyott magunkra bennünket. Most ismét majd nálunk lesz, de már van előzménye. 1938-ban volt az Eukarisztikus Kongresszus Budapesten, és valamiképpen kalocsai kötődése is van, hiszen azt a himnuszt, amit szerte magyar vidékeken minden nagy ünnepi misében énekelnek, hogy győzelemről szóljon ének, az a Banga Béla szerezte szövegében, aki itt tanult és tanította a jezsuita gimnáziumban, és az a Kudela Géza egyházzenész dallamosította meg,
aki a mi egyházmegyénk papja volt, és itt is orgonált ebben a templomban. És az az ének, hogy örömteli módon hirdeti, hogy az Úr vándorlásunk társa lett. Olyan világban élünk, ahol egyre nagyobb az elhagyatottság érzésünk. Megjelentek ilyen könyvek az elmúlt évtizedekben. A magányos tömeg, az emberiség száma gyarapodik, egyre nagyobb lesz. És ugyanakkor ezzel párhuzamosan érzik az emberek azt, hogy ebben a 7 milliárdos tömegben, mintha mindenki magára lenne hagyatva. Mert fölbomlottak a családok, fölbomlottak a falu, mindenféle közösségek, nincs összetartás az emberek között úgy, mint régebben volt, és hát az egész nyugati világ nagy válságot él át, mert a legfontosabb dolgokban sem tudnak megegyezni és egységre jutni. Egy ilyen állapotban úgy érzi az ember, hogy magunkra maradtunk, nincs segítő társunk. A világ olyan kilátástalannak tűnik, ha előre tekintünk. Tihanyban volt egy konferencia a jövőről, ami értesüléseim vannak erről. Hát bizony egészen elszomorító dolgokat mondtak, amit így emberi ésszel prognosztizálni lehet a jövőt illetően. De az Isten nem hagy el bennünket, legfőjebb mi hagyjuk el őt. És mi azt ünnepeljük, hogy velünk van. Ennek ki akarjuk fejezni a körmenettel is az örömét és háláját. És hogy említettem, évek után most vagyunk itt újra, az úrnapi szentmisén is megtarthatjuk a körmenetet. Mondhatjuk azt, hogy az egész templom felújítását magáért, az oltári szentségért tettük. Mert nekünk a templom csak akkor templom, ha van benne oltári szentség. Ha nincs benne, akkor lehet egy tiszteletre méltó hely, de nem igazi templom. A templomnak a szíve. És azért is hoztuk újra, bár megengedte a liturgia, hogy oldalt vigyék a tabernákulumot, sokszor azért, mert nagy zűrzavar van a turisták miatt egy templomban, hogy legyen egy csendesebb hely, de újra a főoltár, régi főoltárra tetettük, hogy a bejövő rögtön rátekintsen, látva az örök mécsest, figyelmeztesse, az Úr velünk van, itt maradt velünk. Hát ennek az örömét tartjuk a mai napon, és elkezdjük azt a készületet, ami az eukarisztikus kongresszus 3 évi időtartamát fogja majd jelezni. Erre a vasárnapra körlevelet is adott ki katolikus egyházunk, amelynek a befejező imádsága ima a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért így fohászkodik, és így kéri az Urat. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk levő Krisztust fölismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét, örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, magyar népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Hiszek az egy Istenben.